Köszöntöm hallgatóinkat, a református gimnáziumban vagyunk, hiszen hamarosan kezdődik egy biblia történeti letérkedő, erről Türke Beátával beszélgetünk. Köszöntöm a hallgatókat én is. Köszöntöm nézőinket, a Karcagi Nagykó Református Gimnáziumban vagyunk, mögöttünk már gyülekeznek a diákok, hiszen hamarosan kezdődik a biblia történeti vetélkedő, Türke Beátával beszélgettünk erről. Mit kell tudni, kik jutottak be a mai döntőbe? A mai versenyről azt kell tudni, hogy ez a harmadik biblia ismereti vetélkedő az iskolánkban, az elmúlt két évben volt már ilyen, akkor kimondottan a Bibliának egy-egy könyvéből zajlott a verseny, de az idén, mivel a reformáció 500. évében vagyunk, ezért kimondottan ennek a jegyében zajlik majd a verseny, és inkább egy egyháztörténeti ismeretekről fognak tudni a gyerekek számot adni. Nem volt előzetes forduló, minden osztályból egy, illetve van egy osztály, onnan két csapat is jelentkezett, csapatonként négy fő fog részt venni a versenyen. Aki most belép a gimnázium ajtaján, ott az aulában, azért sok kis puskát lát, hiszen azért ki van rakva nagyon sok tabló, amiről sok-sok információt még utolsó pillanatban is össze lehet gyűjteni. Így van, a Magyar Biblia Társulat adott ki egy anyagot, a Biblia és a Reformáció címmel, ezt használtuk fel ennek a versenynek az anyagának, elkészítettük ezeket a tablókat, kinyomtattuk, és kimondottan ezekről a tablókról lesznek a kérdések, úgyhogy ebből a szempontból egyszerű dolga van a gyerekeknek, mert csak az előcsarnokban lévő információkat kell összegyűjteniük. Reméljük, hogy akkor ezt már sokan meg is tették. Ez már nem az első rendezvény ehhez az évfordulóhoz kapcsolódóan, hiszen amikor elindult az év, akkor is itt voltunk, akkor biblia felolvasással kezdték. Mi minden várható még? Ez a rendezvény sorozat ugye január 31-én kezdődött, az országos biblia felolvasó rendezvényhez csatlakozott az iskolánk, és volt egy teremdekorációs verseny, aminek az eredmény hirdetésére is ma fog sor kerülni itt a verseny végén. Minden osztálynak az volt a feladata, hogy az 500-as szám jegyében kimondottan a reformációhoz kapcsolódóan dekorálja újra az osztálytermét. Ez meg is történt, és nagyon szép egyedi kézzel készített rajzok, illetve montázsok kerültek elkészítésre. A bibliai ismereti vetélkedő is ehhez kapcsolódik, illetve majd ősszel, szeptember végén, októberben, amikor igazán az évforduló fog közeledni, akkor lesznek még rendezvények. Tervezünk az 500-as szám jegyében egy vetélkedő sorozatot, ami 500-as sportversenyek lesznek, illetve egy olyan akadályversenyt, aminek az állomásai a reformáció állomásához fognak kapcsolódni, tehát lesz egy állomás Wittenberg, lesz egy állomás Wartburg váráról, és ez lesz majd a záró rendezvény itt, illetve majd a diákoknak októberben, amikor a szokásos fogadalomtétel lesz, akkor lesz az igazi ünnepség a nagy templomban. Az lenne szép, ha 500 feladatot kellene megoldani, de hát ez azért technikailag és fizikailag is lehetetlen. Kik segítenek ma a zsűri munkájában önnek? A zsűri elnöke Nagy Éva igazgatóhelyettesünk, illetve Fazakas Márk lelkész úr és Székely Éva tanárnő lesz a zsűriben. Akkor én jó versenyzést kívánok a hamarosan kezdődő versenyhez, és akkor reméljük, hogy sok-sok mindent megnéztek a tablókon a diákok, és mindenki sikeresen veszi az akadályokat. Köszönjük szépen! Köszönöm! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket iskolában a harmadik biblia ismereti versenyen. A mai verseny a biblia és a reformáció jegyében fog zajlani. A feladatok első oldalához két felismerések fognak tartozni, amit majd PPT-n fogtok látni. Nagyon jó versenyzést kívánok mindenkinek!